Vendégünk Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! 2015. januárjában, tehát szinte pontosan egy éve vette át Őze Árontól a színházat. Milyen állapotban volt egyébként a színház, amikor átvette? Hát nagyon rossz technikai és műszaki állapotban. Nyilván szeretném elkerülni azt a félreértést, hogy ez az előző menedzsmentnek a hibája. Évek óta, valójában 1966 óta erre a színházra nagyon keveset költöttek. Nem fordítottak elég figyelmet a karbantartásra. Tehát ennek következtében egy leamortizált épületet kaptunk, és nagyon komoly technikai problémákkal néztünk szembe, amikor átvettük az intézményt. Ezt olvastam egyébként pályázatában, írt olyan részletekről, mint például, hogy a nézőtéren vannak lépcsők, amelyek nincsenek kivilágítva, hogy kábelek lógnak szabadon, balesetveszélyes, hiányoznak darabok például az erkély korlátból, tehát ez mind ugye konkrét balesetveszélyt jelentett. Ezeket már elkezdték, gondolom, felszámolni. Így van. Erre kaptunk a kormánytól egy bizonyos összeget, hogy megpróbáljuk az alap problémát kezelni, tehát legalábbis élhetőbb legyen a színház, és a balesetveszélyt elkerüljük. Arra próbáltunk koncentrálni, hogy a művészek és a nézők ne kerüljenek életveszélybe, hogy ne történhessen olyan baleset, bármikor előfordulhat természetesen más intézményben is, hogy fölbuknak egy olyan kábelben, aminek nem ott kéne lennie például. De volt életveszélyes állapot? Volt olyan, abszolút volt olyan életveszélyes állapot, ami például a zsinórpadlás kötélzete az olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy nem is lett volna szabad előadásokat létrehozni benne. Időről időre ezeket ellenőrizni kell, szakcégek közreműködésével felülvizsgálni, és a szükséges lépéseket megtenni. Ez évek óta elmaradt, erre nem költöttek, és ez komoly problémákhoz vezethet. Ugye mi most konkrétumokról beszéltünk, de hát technikai dolgokról, de hát van egy másik problémakör is, amelyben a pályázattárul is ír, és ez megint csak olyasmi, amire hát egyetemen, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az előző igazgató Áron hibája lenne, hiszen ez egy nagyon sajátságos helyzetben levő színház volt. Ön ugye egy 66-os dátumot említett, hát hogyha mondjuk csak az rendszerváltás utáni időszakot nézzük, akkor az MDF kormány alatt egy ilyen tulajdonképpen bojkott alakult ki a színház körül. Az ott játszó nagyon nagy színészek, mint például Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, vagy Béres Ilona, Agárdi Gábor, Besenyei, tehát nagyon nagy színészek játszottak ott, nyilván és érthetően ezt rosszul viselték. Például az ott játszó színészek meséltek egy 1993-as csodálatos előadásról. Andrzej Vajda, az egyik legnagyobb élő rendező, eljött, és megrendezte a Menyegzőt, és 50-60 néző előtt játszották. És aztán ugye egy névváltoztatás is volt, mert ekkor még Nemzeti Színház volt, de aztán utána lett Magyar Színház, Pesti Magyar Színház. Tehát, hogy mintha itt már hosszú ideje, legalább 15 éve nem találná igazán a helyét ez a színház, inkább 25. Ezzel a történelmi teherrel, vagy múlttal, egyáltalán az épület történelmi múltjával önnek mennyire kellett számolnia, mennyire kell figyelembe vennie, amikor átvette a vezetést? Ez egy komoly probléma. Először is ne felejtsük el, hogy ez a színház Budapest legrégibb önálló társulatával rendelkező színház. Tehát komoly gyökerei vannak, a kultúránkba beleívódott. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont volt, amikor aztán egy olyan döntés született, hogy ez az épület lesz a Nemzeti Színház, a Blahalúzatéri intézménynek a felrobbantása után. Ebben az új épületben akkor modern körülményeknek számított ez a technikai megvalósítás, ami a külalakot és a színpadtechnikát jelentette. Nyilvánvalóan hatalmas színészek fantasztikus előadásokat játszottak itt, és ebből a státuszból kibillenteni egy ilyen intézményt, az végzetes lehet. Főleg akkor, amikor utána nem sikerül újra pozícionálni, hogy rendben van, ez volt a Nemzeti Színház, de akkor ez most mi legyen? Újra legyen Pesti Magyar Színház? Akkor valamiért ez a döntés született, hogy Pesti Magyar Színház néven induljon újra. De a nézők nagyon sokáig még
a nemzeti színházként definiálják. Én azt gondolom, hogy a kérdésére a válasz abban rejlik, amikor a taxis nem tudja megmondani, hogy, illetve visszakérdez az utastól, hogy hová is megyünk, a Pesti Magyar Színházba, az hol is van? Akkor az egy olyan jel, amire föl kell figyeljünk. Hát egyszerűen nincs benne, nincs benne a köztudatban, hogy ez a színház van, hol van. Így van. Nincs fent a kulturális térképen. És nekünk az volt az elsődleges célunk, hogy újra fölhelyezzük ezt az intézményt a kulturális palettára. Amikor elkezdte a munkát, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen más színháznak a vezetésére nem is pályázat volna, kifejezetten a Pesti Magyar Színház vezetését akarta megpályázni, illetve átvenni. Na most nem tudom, erről azért lehet azt tudni, hogy egyrészt Londonban, Angliában is tanult marketing kommunikációt, ott végzett, illetőleg aztán Budapesten Borzoltánnal alapítottak és vezetnek egy szinkron stúdiót is. Tehát menedzseri tapasztalata, marketing és kommunikációs tapasztalata is van. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ezzel a feladattal, ezzel a nehéz feladattal ön kifejezetten a saját menedzseri és marketing kommunikációs szakemberi tudását akarta próbára tenni? Biztos, hogy ez is benne volt a pakliban, amikor úgy döntöttem, hogy megpályázom a színházat. A másik szempont az volt, hogy úgy éreztem, hogy ez az intézmény olyan nehéz körülmények közé keveredett, olyan adósságspirálba csavarta magát, hogy fölmerült a kérdés a fenntartó oldaláról, hogy egyáltalán érdemes-e ezt tovább folytatni, és nem jobb döntés, ha bezárják az intézményt. És én azt szerettem volna elkerülni, hogy bezárják, mert ha valamit bezárnak, újat nem fognak nyitni. És azt gondoltam, hogy a tapasztalataimat latba vetve és olyan szakember kollégákat magam mellé állítva, akikkel közösen azt a célt tudjuk kitűzni, hogy újra fölhelyezzük ezt az intézményt a kulturális palettára, meg kell próbálni küzdeni azért, hogy a színház léte az valójában ne legyen megkérdőjelezhető. Eperjes Károly is részt vesz ebben a munkában, ő művészeti tanácsadója tulajdonképpen. Művészeti tanácsadója, nagyon sok szakmai vitánk van, és ez így van jól. Természetesen én vállalom a felelősséget minden döntésért, de nagyon jó, hogyha az ember szakmailag tud vitatkozni, ha tudjuk ütköztetni a véleményünket. Például milyen kérdések körül szoktak viták támadni, repertoár, arculat? Elsősorban a repertoár, tehát milyen darabokat játszunk, milyen irányvonalat adjunk meg a színháznak, ezt az irányvonalat milyen lépcsőben próbáljuk megvalósítani, hogyan kezdjük visszacsábítani ide a nézőket, hiszen ne feledjük el, hogy amikor átvesztük ezt az intézményt, ez volt a legkevésbé látogatott budapesti színház, és így akkor csak nagyon finoman árnyaltam azt, hogy a nézők nagyon elpártoltak ettől az intézménytől. Tehát ebből a nehéz helyzetből kellett nekünk indulni, és megpróbálni mindent megtenni azért, hogy valóban fölhívjuk magunkra a figyelmet, hogy itt van ez az intézmény, hogy tehetséges emberek vannak itt, hogy alkalmas arra, hogy emblematikus előadást szülessenek ebben az épületben, hogy itt újra társulatot lehessen építeni, és szépen lassan visszajöjjön az a közönség, amely elpártolt. Tudna egy konkrét példát mondani, akár a repertoár tekintetében? Mi volt az, amire Eperjes Károly mondjuk azt mondta, hogy hát ő szerinte inkább ezt máshogyan kéne, más darab legyen, vagy más sorrendben legyenek a bemutatók? Sok minden lehet nyilvánvalóan, és mondjuk ön azt mondta, hogy hát igen, tényleg legyen inkább úgy. Vagy éppen hogy ne? Például az egy komoly dilemmát jelentett, hogy vígjátékkal kezdjünk, vagy klasszikus drámákkal. Egyből fölrakjuk-e azokat a fontos darabokat, amiket el kellene játszani Budapesten, és amiket most nem játszanak, vagy egy picit kezdjünk látszólag könnyedebbel, és így próbáljuk visszacsalogatni a nézőket. Én azt gondoltam, és azt vallom, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben először egy picit ide kell szoktatnunk az embereket, hogy legyen olyan lehetőségük, hogy
minőségi előadásokat nézhessenek meg, és egy picit a vígjáték oldaláról induljunk el. Ez egy komoly vita volt közöttünk. Ennek ellenére nem vígjátékkal kezdtünk, hanem egy meglehetősen nehéz, bonyolult, hanem egy nagyon nehéz darabbal. Tehát ebből is látszik, 30 színész van egyszer. Így van. Tehát ebből is látszik, hogy ez a vita, ez egy folyamatos diskurzust jelent közöttünk. És Eperés Károly az egyik főszereplő egyébként. Amikor ez a darab szóba került, akkor én nagyon megörültem annak, hogy Eperés Károly erre igent mondott, mert ez a darab volt itt az a vízválasztó 30 évvel ezelőtt, amikor a Nemzeti Színházból például kivált a Katona József Színház. Akkor is ez egy revelációnak számított, hogy új színház indul. És azt gondoltam, hogy nekünk is egy picit valami hasonló üzenetet kellene eljutatnunk, hogy itt most valami új születik. Tehát egyrészt új, ez egy Zsámbéki rendezés volt egyébként, és akkor egyrészt új, másrészt viszont akkor mégiscsak valahogy egy picit visszautaltak a hagyományára ennek a színháznak. És ha már a konyha bemutatójánál tartunk, minden nézőt egy szál virág, egy rózsaszál fogadott a székén, amikor megérkezett az ön első évadának a bemutatójára, a konyha bemutatójára. Utána lehetett nyilván látni az interneten, hogy fogadták a nézők, hát nagyon pozitív visszajelzések voltak. Ez az ön ötlete volt például? Ez egyik kollégám, és ezért örülök, mert csapatban dolgozunk. És nagyon-nagyon szép üzenet volt, mert azt gondolom, hogy a személyességet és a szeretetet próbálta ez a virág jelképezni. Ezzel próbáltuk megszólítani azokat, akik nyitottak voltak és eljöttek a mi első bemutatónkra. Igen, azért is említettem ezt, mert most arról szeretnék, ha lehet, öntől konkrétumokat hallani, amit úgy fogalmazott, hogy vissza kell tenni valahogy Budapest kulturális térképére ezt a színházat. Tehát valóban már a pályázatában is több pont volt, ami arra vonatkozott, hogy hát összefoglalólag a brand hiánya. Milyen legyen önök szerint a brandje ennek a színháznak? Mi jusson az emberek eszébe, ha meghallják a nevét? Egyáltalán például, ugye a névről is beszéltünk. Jó ez a név? Felmerült esetleg önben, hogy más név kellene? Fölmerült, hogy más név kellene, de a több név is, de nem említeném a neveket, mert egy folyamatos átalakulási folyamatban vagyunk. Az átadás átvételkor először arra koncentráltunk, hogy technikai szempontból meg tudjunk ismerkedni az intézménnyel kívülről, belülről. És ez olyan nagy falatnak számított, hogy azt gondoltuk, hogy a névváltoztatást egy picit toljuk háttérbe, és koncentráljunk arra a feladatra, hogy egyáltalán ki tudjunk nyitni estéről estére. A névváltoztatás az egy komoly kérdés, amikor brandről beszélünk. Nyilván ma már a budapesti színházak valamennyiénél jól kommunikálhatóan a névhez színészek, előadások nevei ugranak be. A mi esetünkben pontosan ezt kell megvalósítanunk. Tehát, hogy amikor valaki azt hallja, hogy Pesti Magyar Színház, akkor azoknak a művészeknek a neve eszébe jusson, akik nálunk játszottak. Tehát ez ugyanolyan fontos feladat, mint hogy kívülről valamilyen formában megjelenítsük az intézményt. Tehát egyszerre van egy külső és egy belső megjelenítés. Tehát egyszerre van egy művészi szempontból értékelhető image, és van egy olyan, amivel a saját művészeinkre, azokra, akik nélkül nem jöhet létre előadás, fölhívjuk a figyelmet. Nézőszám hogyan alakul? Ezt is mondta, hogy hát, hogy is fogalmazta pontosan, az egyik legkevésbé látogatott színház, vagy Budapesten. Hát, amikor átvettük az intézményt, akkor 44%-os volt a látogatottsága az intézménynek. Tehát ez valóban kritikus, valóban igazolta azt a dilemmát a fenntartó részéről, hogy érdemes-e üzemeltetni. Hiszen ne feledjük el, hogy egy 650 fős nagy nézőtérre rendelkező színházról van szó. Az egyik legnagyobb. Az egyik legnagyobb, így van.
Tehát nálunk a félház az egy örkény színháznak, vagy Katona József színháznak egy teltházas előadását jelenti. Tehát így talán érzékelhető, hogy mit jelent egy 650 fős nézőterű színháznak az estéről estére való megtöltése. A 44%-ról sikerült elmozdulnunk, és most már 60%-nál tartunk, de a januárunk is nagyon szépen alakult, és ott 77%-ot értünk el. Természetesen itt lehet még visszaesés, de az a fontos, hogy növekedési pályára állítsuk az intézményt. Ezt írtam a pályázatomban, és hogy a mi feladatunk ebben az első 4-5 évben, hogy folyamatosan kiszámítható legyen az intézmény működése, és növekedési pályára álljunk. A repertoár, hiszen ez is nyilvánvalóan egy nagyon fontos, hanem a legfontosabb eleme annak, hogy mi jut eszébe a nézőnek egy színházról, illetve hogy eszébe jusson egyáltalán a színház. Ugye a Konyhát említettük, az első bemutatójuk volt, de volt azóta Kiodzsai Csetepati, Eperjes Károly rendezte a Muzsika hangját, és hát most február, most volt egyébként nem régen egy kétszemélyes olasz vígjátéknak a bemutatója, ez nyilván nem a nagy színpadon volt, viszont már próbálják az új nagy színpadi bemutatójukat, ez februárban lesz a Sugar, és ott van, aki fórum szereti. Nagyon készülünk erre az előadásra, szeretnénk ismét egy minőségi előadást föltenni a színpadra, hogy lássák a nézők, hogy képesek vagyunk ilyen előadások létrehozására, és a nálunk játszó színészek, művészek és táncosok fölveszik a versenyt a Budapesten dolgozó művészekkel együtt. Tehát érdemes eljönni hozzánk, érdemes megnézni ezeket az előadásokat, mert remélhetőleg feledhetetlen élményt nyújtanak majd. Biztosan van valami az ön fejében, fogalom, jelző, egy szó, hívó szó, amit valamennyire tükröz a repertoárjuk is, meg amit szeretne, hogy eszébe jusson a nézőknek a színházáról, ez mi? Azt fogalmaztuk meg, hogy a színház építés, az intézmény építés és a brand építés az stratégiához kapcsolódik. Van egy rövid távú stratégiánk, egy középtávú stratégiánk és egy hosszú távú stratégiánk. A rövid távú stratégiánkban azt fogalmaztuk meg, hogy teret adunk, hogy kinyitjuk az ajtókat, hogy friss levegő jöjjön az épületbe, hogy sokféle előadás jöjjön létre, hogy legyen zene, hogy legyen tánc, hogy legyenek koncertek az előadásaink mellett, hogy be tudjuk csábítani a nézőket, hogy meg tudjuk mutatni, hogy vagyunk, hogy ez az épület van, hogy érdemes eljönni, mert olyan programok vannak nálunk, amik máshol nincsenek. Ez nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy ez siker. Nagyon fontos, hogy Berecki Zoltán nálunk ad hónapról hónapra egy-egy koncertet, hogy megszólítsuk a fiatal generációt, azokat, akiket nagyon nehéz megszólítani, hogy van egy színház, van egy intézmény, ahol a kedvenceit látogathatja. Nagyon fontos volt számunkra, hogy megjelenjen a tánc, hogy egy olyan magas színvonalat képviselő együttessel dolgozzunk együtt, mint például amit Zsurávszki Zoltán Kossuth Díjas művész vezet. Fantasztikus előadásokat mutattunk be, hogy olyan programokat indítsunk, amelyek lehetőséget adnak a művészekkel való találkozásra, hogy olyan programokat indítsunk, amely a sport és a kultúra területén összehozhatja az embereket. Ilyen például az a programunk, amiről még nem meséltem címmel indítottunk. Itt olimpiai bajnokokat hívtunk el kötetlen beszélgetésre, találkozást szeretnénk nyújtani, illetve a találkozás lehetőségét szeretnénk nyújtani azok számára, akik betérnek hozzánk. Sokféle program van, sokfélék vagyunk. A Magyar Nemzeti Tánc Együttes, így van, a Magyar... egyébként a Nemzeti Színházban is láthatók a Környezet című előadásban ők. Magától értetődő volt, hogy együttműködjünk, hiszen a fenntartónk is ugyanaz. Mondanék még egy programot, kezdeményezést, ami személyesen önhöz kapcsolható, mert hogy a doktoriát pillanatnyilag akköré a témakör köré építi és készíti, hogyan lehet
valamilyen fizikai korláttal küzdő ember számára is élvezhetővé, látogathatóvá tenni a színelőadásokat, és ezért indítottak önök egy olyan audio kommentárt, tulajdonképpen egy mobiltelefonon van ez rajta, tehát vak vagy gyengénlátó nézők a mobiltelefonjukról kommentárral hallgathatják, kvázi láthatják, hogy mi történik tulajdonképpen az előadás közben a színpadon. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megemlíti, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos program, nem csak az én személyes életemben, hanem az intézmény életében is. Ez az én kutatási területem, teljesen beleástam ebbe a területbe magam, a nemzetközi trendeket átvizsgálva próbáljuk kialakítani azt a magyar modellt, amivel a kihívással élők számára lehetőséget biztosítunk, hogy kultúrához juthassanak, hogy a látókkal együtt, a vak és gyengén látók együtt élvezhessék az előadásokat, a színházi előadásokat, később pedig ezt kibővítve az előadó művészet terén is elterjedjen az audio narráció, az audio description. Ez a program annyira sikeres, nagyon örülök neki, hogy Németországból érdeklődnek a programunk iránt, a szakmai programunk iránt, a technikai eszközeink iránt. A Pesti Magyar Színház tagja az Európai Színházi Konvenciónak, aminek 26 ország a tagja, 45 tagszínházzal együtt. A Lipcsei Színház kifejezetten érdeklődik a programunk iránt. Szeretné bevezetni Németországban az általunk és megszerzett tapasztalatokra építve az audio narrációt Lipcsében. Én azt gondolom, hogy ez egy személyes siker számomra és az intézmény számára, és természetesen szeretném megemlíteni Tóth Cecília kolléganőmet is, akivel ezt a programot közösen indítottuk. Ez a program arról szól, hogy élőben kapnak verbális leírást a vak és gyengénlátó nézőink arról, hogy mi látható éppen az előadásban. Mint hogy például egy DVD-n ez van már megszokott, hogy esetleg van egy ilyen kommentár rajta, és ezt... Így van, csak a színházban egy picit bonyolultabb abban a tekintetben, hogy az audionarrátor mindig alkalmazkodik az esti előadáshoz. Figyelembe kell, hogy vegye, hogyha a színészek például kihagytak egy mondatot, vagy azt a mondatot később mondják, korábban lépett be. Teljesen élő. Követik az előadást, pontosan azt kapják ők is, amit bárki láthat éppen. Igen. Nagyon fontos, hogy hogyan tudja az audionarrátor leírni az eseményeket, a karaktereket. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a vak és gyengén látó nézőinktől. Ezen felbátorodva konferenciát szervezünk, ami ősszel lesz. Ez egy olyan konferencia, amin szeretnénk a tapasztalatainkat megosztani és kiterjeszteni az előadó művészet terén. Tehát szakmai szervezeteket hívunk, egyesületeket, hogy osszuk meg a tapasztalatainkat és a tudásunkat, hogy ez a program elterjedjen Magyarországon. Ha ez sikerül, akkor nagyot lépünk előre. Ha ez sikerül, akkor ez a modell alkalmas lesz arra, hogy a televízióban és a médiában is bevezetésre kerülhessen a modell, hiszen a BBC-nél már a sugárzott programoknak a 20%-a audionarrációval is elérhető. Magyarországon még le vagyunk maradva, de ha ez a modell föláll, ami a doktori disszertációmnak a témája, akkor megint léptünk egyet előre. Ön színészből lett. Menedzser, marketing, kommunikációs szakember, most színházvezető már, Horvai osztályban végzett. Így van. És játszott is jó pár évig, több helyen is. Miért hagyta aztán ott a pályát? Csalódott valamiben? Mint színész, miért hagyta ott a pályát természetesen? Én azt mondom, hogy a színészet olyan, mint a biciklizés, tehát nem lehet elfelejteni, bármikor újra lehet kezdeni. Akkor az életem egy olyan szakaszba került, amikor döntés elé kényszerültem. És azt választottam, hogy megpróbálok egy új irányvonalat beiktatni az életemben. Valamiféle biztonságra vágytam, hiszen maga a színészet egy kiszolgáltatott állapot.
ugye a színész az nem választ, hanem őt választják. És ez a kiszolgáltatottság mindannyiunkra érvényes. És szerettem volna ezt a kiszolgáltatottság érzést egy picit enyhíteni, és valami olyanban kipróbálni magam, amiben a biztonságérzés, az egzisztenciális biztonság, a családom biztonsága az nagyobb teret kap. Elképzelhető, hogy lesz egy pillanat, amikor, hiszen azt mondta, hogy mint a biciklizést, ezt sem lehet elfelejteni, tehát elképzelhető, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor újra játszani fog, esetleg a saját színházában elképzelhetőnek tartja, vagy szeretne valamikor újra színpadon játszani? Elképzelhetőnek tartom, de a közeljövőben biztosan nem. Sokkal jobban szeretnék koncentrálni az intézmény vezetésére, hogy a programok megvalósuljanak, és a kitűzött célt elérjük. De emellett, a színház mellett még ugye a Masterfilm Digitálban is komoly szerepet játszom a szinkron stúdió vezetésében, és hát hál' Istennek mellette egy kicsit a film iránti elkötelezettségem is egyfajta lehetőséget kap. Most két dokumentumfilmet fogunk forgatni, aminek a producere vagyok. Nagyon örülök, hogy ezeket a filmeket leforgathatjuk, és egy új területen kipróbálhatom magam. Miről szólnak ezek a dokumentumfilmek? Két fantasztikus történet. Az egyik Jereczi Jánról szól. Mi úgy neveztük el, hogy ő a magyar Schindler. Fantasztikus történet, hogyan mentett meg egy ember nagyon sok zsidó honfitársunkat a deportálástól. Egy olyan történet, amely fölhívja a figyelmet, hogy nem csak magyarok vagyunk, nem csak zsidók vagyunk, hanem emberek vagyunk, és ha odafigyelünk egymásra, és kinyújtjuk a kezünket, akkor valóban tehetünk egymásért. Sokszor egymás életét meg is menthetjük. És a másik? A másik az pedig hasonló témakör, rabbi sorsok Magyarországon. Ez is egy nagyon izgalmas téma. Emblematikus rabbiknak az életét dolgozzuk fel, hiszen azt gondolom, hogy ők is elég kevés figyelmet kapnak. Ez hát a két film, amivel foglalkozni fog természetesen, és hát elsősorban a Pesti Magyar Színház vezetése mellett. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinket. Köszönöm a meghívást.